Köszöntöm a Trió TV nézőit, közéleti magazinunkat látják 2024. március 15-én pénteken 19 órakor. Mutatjuk magazinunk tartalmát. 176 évvel a 48-as forradalom után a Templomparkban emlékeztek Bükön. A 48-as március emlékezete a Csepregi Általános Iskolában. Ékszerdoboz program az egyik csomag a kőszegi fejlesztések sorában. Rekord enyhe télzárás, évszak összegzés a kőszegi mérések nyomán. Kedves nézőink, rövid hír összefoglalónk mellett ez a mai kínálatunk, tartsanak velünk! Helyi csoportok közreműködésével emlékezett Bükk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. Az emlékező műsort annak teljes hosszában műsorra tűzzük, most pedig összefoglalót mutatunk nézőinknek. Petőfi Sándor megzenésített verseivel emelte az emlékezés fényét a Kekeri Keltike formáció. A sok színpad társulat pedig több Petőfi verset is hozott a Templomparkba. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe! Oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísérted, bolygott lelkünk a világban, érted? Kerestünk mi égen földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint a gyilkos Káin bujdokoltál. Szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bujdosásod, sírba esett, ki neked sírt ásott. Bevezettünk, s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy, ami törvényes királyunk. Trónusodnál ünnepelve állunk. Körülötted millióm, s millióm fákja, meggyúlt szíveink lobogó lángja. Ó! Tekints ránk, fönséges szabadság, vess ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halovány az orcád? Szenvedésid emléke szállt hozzád? Vagy nem tettünk még eleget, érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlót, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig mindnyájan, feljövünk a sírból éjféltájban, s győztes ellenségednek megint küzdeni kell kísértő lelkeinkkel. Az ünnepség szónoka a 48-as események ma is érvényes üzeneteiről is beszélt a büki megemlékezésen. Az 1848-49-es szabadságharc hősei olyan kort is idéznek, amikor a nemesi körökben, a tanult társaságokban nem volt divat magyarul beszélni. Az egyszerű népnyelvének tekintették a magyart.
s helyette a németet, a franciát, a latint beszélték. Más népek hatalmának fénye felé, halott nép dicsősége felé hajlott a szívük. Ezért is ír így Petőfi Arany Jánosnak az első levelében, hiába a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. S ez a század föladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek. A mi korunkban is vannak társadalmak, amelyeknek hatalma, tehetősége, dicsősége vonzó lehet. Vannak divatos ideológiai és politikai irányzatok, amelyek suhanó aktualitásukban is alapvetőnek tűnnek, de a történelemből tudjuk, hogy mégis eltűnnek. Ami a miénk, az, amiért őseink küzdöttek, és amit örökségül nekünk meghagytak. A föld, ahol élünk. A nyelv, amelyben élünk. A magyar gondolat, amely a nemzetközi tudományban és művészetben karakteresen meghatározó. A testvériség érzése a tömegek felé, akik rajzolt határaink mellett is magyarok, és az egyesek felé, akik szerte a világban ragaszkodnak a néphez, amelyből származnak. Ez a föld, a Kárpát-medence földje az a hely, ahol otthon vagyunk. Mert itt élnek testvéreink. Itt él a magyar nép. Azzal a kulturális sokszínűséggel együtt, amelyet a benne élő sok kisebb nemzet is hozzátesz, és amely az 1848-49-es szabadságharcra is jellemző volt. Akkor voltak, akik árulóvá lettek. De árulók minden korban vannak. És mégsem rettenthet meg, és nem állíthat meg egyetlen nemzedéket sem abban, hogy halálos szenderkés helyett éberen, felelősséggel és odaadó áldozatos szeretettel éljen hazájában és hazájáért. A haza szeretet tovább örökítésének feladatát hangsúlyozta, valamint Jókait, Széchenyit is idézte a lelkész. Nem válhat életföltételünké a tehetetlenség ereje, ahogyan Jókai írja. Hanem mindig kell legyenek olyanok, akik Széchenyi szavai szerint dagály s szélvész dacára nem gyengültek el, s férfiak, s mi már tudjuk nők, maradtak a veszély óráiban. Férfiak és nők, mindennapok emberei. Őrizzük az 1848-49-es szabadságharc hőseinek értékeit, és éljük a hazaszeretetnek olyan példáját gyermekeink és fiataljaink elé, amely otthonná, valódi honná teszi anyaföldünket és népünket a számukra és a jövő nemzedékek számára. Mentében. Ó, mi drága el a kocska néken, fönyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Fönyben úszik két szemem pillája, valahányszor emlékszem reája. Bár maradtam volna benne végén, de az embert vágyai vezérli, vágyaimnak sólyom szárnya támad, s odahagytam őslakom s anyámat. Vágyaimnak sólyom szárnya támad, odahagytam őslakom s anyámat.
Hazámba ismerősök mennek, jó anyámnak tőlük mit üzenjek. Szóljatok be, földiek, ha lészek, utazástok háza közelében. Szóljatok be, földiek, ha lészek, utazástok háza közelében. Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ó, ha tudnám, így nyomorban élek, megrepedne a szíve szegénynek. Ó, ha tudnám, így nyomorban élek, megrepedne a szíve szegénynek. Bár maradtam volna benne végig, de az embert vágyai vezérli. Vágyaimnak sólyom szárnya támad, odahagytam őslakom sanyámat. Vágyaimnak sólyom szárnya támad, odahagytam őslakom sanyámat. A büki ünnepség koszorúzással zárult. Lerúgta tiszteletét egy-egy koszorúval a város önkormányzata, a vasi kormányhivatal, a nemzetiségi önkormányzatok, a büki intézmények, valamint civil szervezetek képviselői. Összesen 22 koszorú került az emlékműre március 15-én pénteken. Szendrei Júlia, Laborfalvi Róza, Bányai Júlia. Csak néhány nő azok közül, akik tevékeny szerepet vállaltak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Róluk is szólt a Csepregi Városi Emlékezés március 15-e alkalmából. Tavasz, forradalom is. A magyar nemzet ünnepének évszaka. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete. Ezt mutatták be a dr. Csepregi Horváth János általános iskola diákjai az iskola aulájában rendezett műsorban. A teljes 5. évfolyam mellett kivették a részüket a nagyszabású emlékműsorból 6. és 8. diákok, de még elsősök is. Horváth Katalin tanította be az összeállítást. A műsorban a márciusi ifjak mögött, mellett álló asszonyok, lányok kaptak főszerepet. Kik azok a hölgyek, akik lelkesen viselték a nemzeti pokárát,
és készen álltak áldozatot hozni a hazáért. Említsünk néhány nevet a sok közül. Szentrei Júlia, Petőfi Hitvese. Lövei Klára, tanítónő. Számos nő, asszony, lány tevékeny szerepet vállalt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. Róluk is szólt a csepregi emlékezés. Meg természetesen az áldozatot vállalt ifjak előtt is fejet hajtottak a diákok. Tizenéves szabadságharcosokra is emlékeztek, név szerint is. Szabó József 12 éves kisbajtárként lépett a honvédek közé. A seregben bátor kisgyermek katona, hősi halált hal a Tápia Bicskei csatában. Korognagy Dániel 15 éves Márti születésű Vörösrikás Fülváros Komárom felszabadításáért harcolt, itt ért a halál. Karsa Ferenc Sárospataki Jirátus diákként állt a honvéd seregbe. Harcol a bölgény mellett a téli hadjáratban, első között jut fel Budabárába az ostrom idején. Hadinaplójában megörökítette a szabadságküzdelmek érdekes epizódjait, a gyermekhősök emlékét. Szomjas Károly 13 éves a marosmenti csatákban bátorságáért díszjelet kapott, hős volt. Hermann Otto 13 éves gyermekhősként harcolt, természettudós lett belőle. Tankárnagy 15 éves tehetséges tamborfestő testvére nem tűzére a vízakai csatában. A szabadságharc után világhírű kémikus lett, példaként minden fiatalnak. Komárom Jelen 12 éves hárgolyószerű. Ott volt egy összes harci küzdelemben, ahol gyermekek mentek a csatatérre, felkapkodták az ellenség által lelőtt hárgolyókat. A csepregi városi emlékezésből kivette a részét a városi vegyes kar is Kancsó Zoltán névezetésével. Thank you.
diákok és a vegyes kar tagjainak produkciója közös fináléval zárult. A nemzeti trikolor többszörösen megjelent a hatalmas színpaddá alakult aulában. A produkció után az iskola előtt folytatódott az emlékezés. Azt koszorúzással és mécses gyújtással zárták. A kopjafa körül nemzeti színű zászlók sorakoztak már. A dr. Csepregi Horváth János általános iskola diákjai jóvoltából öltözött már ünneplőbe a helyszín. A városi emlékezést záró ünnepélyes pillanatokat Csepregváros fúvós zenekara kísérte. Iskolák energetikai korszerűsítése, valamint az ékszerdoboz program, ezek mind aktuálisak Kőszegen. A városi tervekről és a megvalósulás alatt álló projektekről szólnak a következő percek a Közéleti magazinban. A legutóbb lezárt beruházás, a mentőállomás avató adott apropót, hogy beszámoljon a Trió TV-nek Kőszeg polgármestere. A város legkülönbözőbb sarkain vannak elindult folyamatok. Elég megemlítenem ugye a város bejáratánál azt az intermodális csomópont fejlesztést, amelynek a vasútállomásnak nem csak megújítása volt célja, és nem csak ennek a kereszteződés forgalmának a lámpás kezelése, hanem ugye ezzel oda fog kitelepedni a kőszegi autóbuszpályaudvar is, illetve egy olyan nagyobb parkolót is létre tudunk hozni, amely gyakorlatilag egy intermodális csomóponthoz elengedhetetlen. Tehát ez egy nagyon fontos projekt, ami folyamatban van. Elindult a szomszédban található Balog iskolának és a Belsek iskolának az energetikai korszerűsítés, amik ugyancsak jelentős felújítások, ugye egy kis 400 millió forintot meghaladja a két projekt együttesen. Úgyhogy ezek is folyamatban vannak. Zajlik egy ipari park fejlesztés a 87-es út mentén, ahol két vállalkozás befogadására alkalmas épületet fogunk létesíteni. Ez is már egy elnyert projekt, már egy folyamatban lévő projekt. És hát a önkormányzati projektek közül ugyancsak nagyon jelentős ugye a Hősök tornyának a megújítása, amelynek a kiállítását újítjuk meg, de nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a mellette álló két állami tulajdonú épülettel épület együttesként majd ezt továbbfejlesszük. Ugye van egy ékszerdoboz programnak nevezett folyamat, amelynek a célja a kőszegi belvárosnak. Hát mondjuk úgy, hogy a délnémet vagy ausztriai példákról jól ismert ilyen történelmi vonzerő belvárossá fejlesztése. Úgyhogy van dolgunk bőven, és hát akkor még lehetne sorolni olyan terveket, amelyek ugyancsak ugye szükségesek lesznek majd infrastruktúrafejlesztés területén, akár ugye szennyvízkezelési problémáink vannak. Nyilván nagyon bízunk abba és örülünk annak, hogy képviselő segítségével újra közbeszereztetik ugye a 87-es útnak a kiviteli terveit. Folyamatosan jelentkeznek az újabb és újabb ügyek, feladatok és szándékok. Nem titkolom, hogy nagyon örülünk természetesen az egyházi fejlesztéseknek, nagyon örülünk az egyetemi fejlesztéseknek, ami zajlik Kőszegen, és hogy még ezen túl is vannak azért szándékaink. Elég megemlítenünk ugye azt, hogy a sportinfrastruktúrára is ráférne egy pár beruhálás a városnak. De hát az a feladatunk, és az a küldetésünk, és az ambíciónk, és hogy ezt folytassuk legalább ezzel a lendülettel.
Június 9-én választunk. Az év csapata lett a megyében a BTK női kézilabda csapata. Vonatpótló busz jár március utolsó előtti hétvégéjén Bükk és Szombathely között. Rövid híreinkkel folytatjuk műsorunkat. Megvan az időpont. Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9-ére tűzte ki a helyhatósági, valamint az európai parlamenti választást. Az önkormányzati és polgármester választással kapcsolatos legfontosabb információkat közzéteszik a helyi hivatalokban és az önkormányzatok internetes felületein, és minden tudnivaló olvasható már a választás.hu oldalon. Aki önkormányzati képviselő vagy polgármester lenne, az az ajánló éveket április 20-ától veheti majd át a helyi választási irodában. Azt pedig, hogy mennyi ajánlás kell a jelöltséghez, majd április 4-én állapítják meg a helyi választási irodák. Ismét nyitott a lehetőség, keresik a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtár leendő intézményvezetőjét. A feltételek nem változtak az előző kiíráshoz képest, a részletek elérhetők a bükk.hu oldalon. Bükkváros önkormányzata 2024. március 28-áig várja a pályázatokat. Éppen egy évvel ezelőtt készültek ezek a felvételek a Büki TK női kézilabda csapatáról. Akkor még nem tudhatták a lányok, de a 2023-as év az, amelynek az év csapata lett a Büki együttes. Négy kategóriában kereste a legjobb sportolókat a megyei napilap. Online szavazáson döntöttek az olvasók, mégpedig úgy, hogy az év női csapata a Büki TK női kézilabda csapata. A Büki lányok egy másik kézilabda csapatot előztek meg, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia B1B-s alakulatát, valamint két futballcsapatot is, az Illés Akadémia Viktória U19-es együttesét és a Haladás Viktória csapatát. Vonat helyett autóbusz viszi az utasokat március 23-án és 24-én, szombaton és vasárnap Bükk és Szombathely között. A Gyecser ZRT pályakarbantartási munkákat végez a Szombathely-Sopron vasútvonalon, ezért a vágányzár, amelynek két napján kell buszra szállni vonat helyett Bükk és Szombathely között, természetesen mindkét irányba. Rendkívül csapadékos decemberrel kezdődött a mögöttünk hagyott tél. A január aztán egy kicsit enyhébb lett a sok évi átlagnál. Az évszak végén pedig elkezdődött a tavasz, hiszen áprilisi időjárást hozott a február. A kőszegi időjárás előrejelzés észlelőjével összegezzük a mögöttünk hagyott telet. Nőnapon készült képeket láthatunk Ráduj László felvételein. Ilyen téli képet adott a március 8-a a Kőszegi hegység 700 méter feletti területein, ahol 3-4 cm hó hullott aznapra egy magassági hidegörvény hatására. Az időjárás jól időzített abból a szempontból, hogy aznap kértük tél összegzésre a kőszegi meteorológiai észlelőt. A februárunk az a legmelegebb volt, amit a mérések kezdet óta mérhettünk. De elkezdeném úgy a decemberrel szépen így a téli hónapokkal. Az első téli hónapunk az nagyon csapadékos volt, 2,5-szer több csapadék hullott, mint az átlag. Itt Kőszegen 106 mm, hőmérsékletben viszont úgy majdnem kijött az átlagosra, azért változékony időszak volt. Szóval a közép hőmérsékletünk az 2,7 fok volt, ami hát 2 fokkal azért az átlag fölött volt, de mondhatjuk, hogy most már, amióta így azért találkozunk így az évszak értékelőkkel, nem nagyon beszélhettünk így hidegebb időszakról, szóval nagyjából kijött így az átlagra, sőt 11 darab hótakarós napot is lehetett regisztrálni december hónapban. A legnagyobb hóvastagság pedig december 23-án volt mérhető, akkor 11 cm. A hegyekben ennél jóval több, szóval az Ilotkőn ott azért 40 cm fölötti hótakaró is kialakult. Aztán szépen érkezett a január. Januárnak az első kétharmad része, igazából úgy mondom, olyan 22-23-áig szárazon telt. Az első dekádban azért voltak csapadékok, aztán ilyen átlagosan csapadékos jött ki az a hónapunk. És ott beállt egy ilyen másfél-két hetes anticiklon, ami konzerválta ezt a hideget. Ködös időjárás abban az időszakban se alakult ki, de bőven mérhettünk azért fagyos napokat, szám szerint 25-öt, úgyhogy az januárban azért nem volt az olyan rossz. Már majdnem lehetett úgy kalkulálni, hogy egy átlagos időjárás a hőmérséklete ki fog jönni, de januárunk is 2 fokos pozitív anomáliát hozott, ami azért nem annyira kiugró, és érkezett a február. Szóval január 23-a után elkezdődött a tavasz, szoktam mondani, mert onnantól kezdve szinte fokozatosan melegedett az időjárás, és
február az rendkívül melegen. Tehát szóval egy hűvösebb áprilisi hónapnak is elment volna középhőmérsékletbe. Itt Kőszegen kereken 8 fok lett a középhőmérséklete a februárnak, ami azért egy nagyon-nagyon magas érték, szóval a 120 éves mérések óta nem történt ilyen. Februári hónapunk pedig csapadékban átlagosan, tehát ott is 20 mm csapadékot lehetett regisztrálni. 5 darab fagyos napunk volt, annak ott a leghidegebb februári napon mínusz 5 fok volt, az lett a leghidegebb egyik éjszaka, úgyhogy nagyon-nagyon melegen telt a februári hónapunk. És januárban és februárban pedig nem lehetett hótakarót mérni, ezáltal hótakarós napunk se alakult ki. Januári hónapunkban még volt 2 darab zord napunk, ami azt jelenti, hogy mínusz 10 fok alatt alakult a hőmérséklet, és 2 darab téli napot lehetett még a januári hónapban regisztrálni. Ez lett a télnek az összes téli napja, szóval a december, január, február összefoglalóba. Úgyhogy ez megint egy nagyon kevés és nagyon alacsony szám. A természet a sok évi átlag alapján pótol, akár csapadék, akár hőmérséklet szempontjából. Ugye a decemberi hónapunk az nagyon csapadékos volt, és a január meg a februári hónapunk az egy ilyen átlagosan csapadékos hónappal telt. Úgy néz ki, hogy ott január első felében úgy normalizálódott ez a helyzet, mert előtte azért nagyon csapadékos időjárásunk volt úgy az előtte levő időszakban, illetve az évben is. Most egy ilyen átlagosan csapadékos időszak látszik, meg látható, így a közeljövőben is, úgyhogy azért attól nem kell tartanunk, hogy belvízes területek tovább növekednek. És lassan beindul azért a vegetáció, szóval nagyon korán elkezdtek ugye virágozni most a gyümölcsfák is, így ez köszönhető ugye a februári melegnek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire lehet majd kivédeni ezeket a fagyveszélyes szituációkat is, ami azért hát a fagyosszentekig gyakorlatilag úgy fennáll, szóval azért lesz min izgulni még a következő 2 hónapban. Ahogy nőnapra havazás érkezett, úgy hozhatnak fagyot még az előttünk álló tavaszi hetek. Április végéig igazából bármikor előfordulhat egy-egy olyan éjszaka, hogy egy hidegöblítés után a hideg levegő ugye nyugalomba jut. Ez kell ugye egy derült éjszaka és egy szélcsendes környezet, és hogyha kellően hideg levegő érkezik, akkor viszont bőven előfordulhatnak még fagyok. Ennek a mértékét ezt még ugye nem látni, de azért 2 hónap alatt azért valószínű, hogy azért ki fog alakulni ilyen helyzet, sajnos. De reméljük, hogy valami közbeszól, szóval egy felhőzet esetleg, vagy egy kis légmozgás, és akkor ezáltal egy kicsit magasabbak lehetnek ezek a minimum értékek, de még nagyon sok idő van addig, szóval a gyümölcsösök is, így a barackra gondolok, korai gyümölcsfák nagyon korán megindultak, szóval 2-3 héttel előre van a természet, mint a normális lenne. Így ez a 2-3 hét, ez nagyon sok idő még ebbe a plusz időszakban, ami ugye azért fagyveszélyes. A kőszegi időjárás előrejelzés észlelőjét természetesen időjárás jelentésre is kértük. Most egy kicsit ilyen változékonyabb időszak látható így a március első felére, igazából a hónap közepére, szóval azért lesz benne csapadék, lesznek benne hidegebb, melegebb periódusok is, ezáltal ugyanúgy magába hordozza azt, hogy az egy-egy fagyveszélyes éjszaka így kialakulhat, ezt még azért pontosan nem látni, szóval amit ugye előtte is kitértem, hogy azért ez nagyban függ attól, hogy egy derült szélcsendes éjszaka kell ehhez, így majd meglátjuk, hogy mit hoz majd ugye a jövő. Most azért ugye egy változékonyabb időszak előtt állunk, úgy néz ki. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Közéleti magazinba. Új összefoglalóval legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is tartsanak a Trió TV-vel. Műsorainkat megnézhetik interneten a www.triotvdunantul.hu oldalon, és megtalálnak minket a facebook.com/triotvdunantul címen. Ha első kézből értesülnének friss beszámolóinkról, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, érdemes. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!